Firenzében egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencián merült fel először az állatok világnapjának gondolata. A választás végül október 4-ére esett. Ekkor halt meg Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje. A világnap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy erősítse az ember és állat közötti barátságot, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára, azok szabályaira és a felelős állattartásra. Hiszen nem csak ezen az egy napon kell odafigyelni a házi és haszonállatokra, hanem az év minden napján. Sokan az állatoknak a minimális dolgokat sem adják meg. Leginkább a kutyák és a macskák, akit ugye mi tapasztalunk. Például normális házuk sincsen akár sok esetben, vagy nem kapnak normális eledelt, nyáron nincs előttük víz, nem kapnak sétát, foglalkozást, élményeket. Illetve a másik irány, ugye, ami szintén nem egy túl pozitív dolog, amikor az állatokat már túl humanizálják, és igazság szerint nem állatként kezelik őket, hanem sokszor egy kisgyermekként, vagy egy dísztárgyként, és ez sem igazán jó az állatoknak. A kutyákat azonban ez nem teszi boldoggá. A legfontosabb, hogy legyen lehetőségük a mozgásigényük kielégítésére, és próbáljunk nekik élményeket adni. Az állatvédők szerint a felelős állattartásra való nevelés már kisiskolás, sőt óvodáskorban el kell, hogy kezdődjön. Ezért a menhelyeknek az oktatás-nevelés is feladata lenne, bár a szabolcsi menhelyek nagy részének erre kevés a kapacitása. A többi menhely ugye kisebb településeken helyezkedik el, például Kisvárdán, Mátészalkán, Nyírmadán, Nyírbátor, Vásárosnamény. Kevésbé jut el oda az embereknek a segítőkészsége, bár azért hozzáteszem, természetesen oda is eljut, de sokkal kevesebb formában, illetve hát ugye a másik dolog az, hogy nyilván ők kevesebben is vannak létszámban, emiatt sokkal kevesebb idő jut a felvilágosításra, próbálnak ők kampányolni ők is, illetve abszolút nyitott mindenki arra, hogy a gyerekek, a családok, a látogatók, csak sajnos a kapacitás sokszor nem engedi ezt, hiszen rengeteg állatról kell gondoskodni, és amikor el kell dönteni azt, hogy például 200 kutya eszik, vagy tisztán van, ki van takarítva, vagy megitatom, vagy fogadok egy 30 fős gyerekcsoportot, akinek megmutatom, hogy miről van szó, akkor természetesen az első fog előnyt élvezni. Az állatvédők azt szokták mondani, hogy együtt élni az állatokkal lehet, de nem kötelező. Ezért csak a saját igények és lehetőségek felmérése után vágjon bele bárki az állattartásba. Hiszen az állatok jelenléte pozitív hatással van a közérzetre és az ember egészségére. Felmérések bizonyítják, hogy akinek kis állata van, annak alacsonyabb a vérnyomása, a koleszterin szintje, jobban és hamarabb felgyógyul a betegségekből, csökkentik a stresszt és erősítik az immunrendszert.